Start, elindult az 1600 méteres verseny, jól sikerült az indítás az egész mezőnynek. Impossible Star kap egy picit nehezebben lábra, de nem gyors a verseny eleje, így aztán ott van, ott ragad Számbóval egyetemben, ott vannak a mezőny második felében, Turbina pedig vállalja magára a vezetést. A kis mezőny csupán 5 lóból áll, jó erős tempóban, jó fogott tempóban vezet Turbina, Turbina mögött pedig Page a második. Turbina, Page, majd jön Powerdose és Impossible Star, a mezőny végén pedig Sambo nem kiszakadva. A favorit nagyon szoros 5. helyen halad, amikor a lovak a túlsó oldal közepén járnak, és még mintegy 1100 méter van hátra a versenyből. Turbina egyedül az élen, Turbina egy picit tudta növelni az előnyét, előnye másfél hosszra tehető, az ezres táblát elhagyva. Turbina vezet benne a falon, Impossible Star, majd jön Page kívül, Powerdose, egészen hátul pedig Sambo, de Sambo is fogva jön, és szépen lassan kézből megkezdi a zárkózás. Sambo a harmadik pozíciót fölvállalva próbál majd előzni itt a kanyarban, miközben Turbina továbbra is vezet. 500 méter van még hátra a versenyből, Turbina vezetésével érkezünk majd a befutó egyenesre. Nagyon könnyen jön Sambo, annak ellenére, hogy sokat megy kívül, föl fog menni a vezető lovak mellé, középen már Powerdose lovagolni kell. 400 méter van hátra a versenyből, a Sambót most próbálják majd ellovagolni a többiektől, Turbina azonban szívosan védekezik, Turbina még mindig az élen, Turbina, Sambo, Powerdose. Ez az első háromló sorrendje, távolszopnál Turbina még mindig elő van, Sambo azonban tud gyorsítani, Turbina visszatámad, Turbina védekezik, Sambo vezet, és jön Powerdose ismét, hárman teljesen együtt, Sambo az élen, Sambónak meg kell küzdeni ezért a győzelemért, Sambo a nyerő, Powerdose és Turbina között pedig majd a célfotó fog dönteni.